Köszöntök mindenkit, ez itt a TNG Podcast negyedik évadának negyedik epizódja, a mikrofonnál Barkóci Norbert. A mai részben az Egy makulátlan elme örök ragyogása című filmet fogjuk kivesézni, és ebben segítségemre lesznek beszélgetni partnereim. Itt van első körben dr. Égerházi Zsuzsanna. Szia Zsuzsi! Sziasztok! Itt van velünk Vajta Anett. Szia Anett! Sziasztok! És itt van Varga Orsolya is. Szia Orsi! Sziasztok! tudjátok jól, hogyha nem akartok lemaradni a következő részre, akkor iratkozzatok fel YouTube-on és a Spotify csatornánkon, szintén tudtok követni, illetve Facebookon a TNG Profession néven találtok meg minket, ahol mindig az aktuális adásról láthattok infókat. Na mielőtt a szokásos módon rátérünk a mai filmünkre, ezt sorozatos filmes aktualitásokkal fogjuk kezdeni első körben igazából láttatok-e mostanában bármi olyan elmítésem méltót, amit szeretnének most itt megosztani, film vagy sorozat, nem is kell, hogy aktuális legyen, csak amit mostanában láttatok. Nekem a, a One Day az nagyon nagy kedvenc filmem, és abból most csináltak sorozatot, és meg kell, hogy mondjam, nem lett olyan rossz, azért az elején kételkedtem benne egy kicsit, de a végére, nem a végére, hanem egész hamar megszerettem a szereplőket, és még az úri embereket néztem meg, azt gondolom elég sokan láttuk, hát ahhoz meg nem nagyon van mit fűzni, mert egyszerűen zseniális lett, tehát annyira vicces az egész, meg jó a képi világa, ez meg a, az egész Ez a Guy Ritchie film alapján készült sorozat, igaz? Igen, igen, így van. És, és nagyon, nagyon jó benne az egész sztori vezetés, meg, meg a poénok, meg minden. Úgyhogy én ezt a kettőt hoztam, amilyen ilyen újdonság. Végre nem ilyen jó barátok korabeli sorozat vagy film. Zsuzsi? Igazából én a Three Body Problem harmadik részénél járok, és eddig le vagyok nyűgözve, és szerintem ebben a kategóriában rég láttam Igazából ugyanazokból a blokkokból építkezik, mint a legtöbb uh, sci de állatira jelvezem, szerintem nagyon izgalmas, uh, és a párom nekem beleolvasott a könyvbe, és eddig úgy néz ki, hogy jobb, mint a könyv. Uh, szóval egyenlőre mindenkinek ajánlom, de mivel még nem láttam végig, nem ígérek semmit. Uh, illetve azoknak, akik szeretik a könnyedebb uh, vonalat, és akkor itt a habkönnyű vonalról beszélek, uh, ajánlom a Bless This mess című uh, sorozatot. Két évadat élt meg, és aki annó szerette a Mért éppen Alaszkát, vagy a uh, Férfiak Fán, vagy valami hasonlónak hívták, Enhetsnek volt a sorozata, vagy hogyha valaha is tetszett például a Heart of Dixie, vagy a Szívek Szeradája, akkor szerintem jól fogod érezni magad ez alatt a sorozat alatt egy friss házas New Yorki pár Nebraska-ba költözik, és úgy döntenek, hogy egy farmot fognak létrehozni, de hát nagy meglepetése az egész uh, szanaszét van, és a furcsa városnak vagy furcsa kis falulakókkal kezdenek barátkozni. Tehát ha könnyű és tök jó kikapcsolódás. Akkor ezt felírom, mert mindegyiket imádtam, amiket felsorolt <laughs> a idején. E, és hát én nekem, ha már Anett említette a jó barátok korabbeli sorolatokat, a ott volt, amit mostanában láttam, szóval az, az tényleg elég retro, úgymond. És amúgy az nagyon jó volt, de én még előtte sosem láttam, és most kezdtem el egyáltalán. E, és a másik, ami igazából nem ajánlás, hanem inkább ilyen negatív a, a Constellation nekem. Az egy, ugye a Skippy, szóval végülis tematikailag ide illik, viszont azt hiszem, Showtime-on megy, a Sky Showtime-on megy. Apple. Apple. on megy, bocsi. És hát az egy ilyen kicsit ilyen, hát nem időutadós, de nagyon furcsa abban a tekintetben, hogy, hogy még nem is derült ki, hogy pontosan mire akarja fektetni a hangsúlyzás adatot, és már négy vagy öt részt láttam belőle, szóval igazából nekem nem jött be, pedig nagyon hype volták, szóval, hogy inkább volt benne az érdekes. De egyébként az ilyen párhuzamos univerzumok rajongóinak, meg ö, hasonló érdeklődésűeknek szerintem amúgy tethet. Én engem is érdekelt ö, egyébként ez a téma, csak nem ennyire mélyen. Szóval lehet, hogy, hogy másnak bejönne, akit ez is érdekelne. Gyerekkoratokban néztetek-e Fox Kids, meg Nickelodeon rajzfilm sorozatokat, és belül is az X-Men sorozatot néztétek el valaha. Lehet, hogy nem ez a legjobb közönségét, mert inkább ilyen fiús volt. Na szóval 20 évvel ezelőtt ért véget körülbelül az X-Men animációs sorozat, és ez egyik legjobb X-Men Hát animációs sorozat, de hogy beleértve bármilyen X-Men adaptációt, a képregéken kívül filmeket, sorozatokat, ez az animációs Anó nagyon-nagyon menő volt, és most ezt igazából folytatják, konkrétan onnan, ahol annó abba hagyták, X-Men97 az acím, úgyhogy ez most indult el, és, és most azt így nézem, és ez egyik legjobb én marvel cucc az elmúlt évekből, úgyhogy aki szereti a marvel de csalódott a filmekből, akkor az ajánlom most az X-Men90-et, mert nagyon menő. Uh, nemrég került a mozikban a Monkey Man, a Majomember című film, ami egy picit talán így elsiklat így a mainstream filmek között, de amúgy egy nagyon menő ilyen indiai John Wick filmet kell elképzelni, hogy megy a főszereplünk, és mindenki legyepál. A Get Two millions című film, azt szerintem sokaknak megvan a főszereplője, Dave Patel, ott még szerintem egy kis vékony, fiatal indiai, és ez hát ő a főszereplőnk, ott úrta magát, még mindig azért ilyen szikárvékony srác, de, de nagyon jók a, az akciójelenetek benne, úgyhogy a, John Wick rajongóknak azt mindenképp ajánlom a Monkey Man című filmet, és hát most jelent meg igazából a napokban a Rebel Moon című filmnek a folytatása. Ez az, az egyrészt azért is furcsa, mert az első rész talán ilyen tavaly december környékén jelent meg, és már most kint a második része is, és olyan pletykák is vannak, hogy hat, ö, hat, részt terveznek összesen. Ez Zack Snydernek a saját Star Wars film igazából. A második filmnek az alcíme a Scargiver, tehát a sepphely adó. Tehát így, igen, ez, az angolul is amúgy ennyire vicces, és ez inkább negatív, negatív példának hozom, hogy borzmas. Az első rész borzalmas volt, a második lehet, hogy még szarabb, és Úristen. A, látványa, a látványa nagyon ott van, nagyon jól néz ki a film, de, de más pozitívumot nem tudok elmondani róla. Szóval legalább annyit, hogy erre, vagy igen, tehát, hogy a streamingre jelent meg a második kész, úgyhogy igazából egyből lehet nézni. Előzeteseket néztetek el, vagy vannak olyan filmek, amik, amik városak, város listán rajta van, vagy esetleg mindenféleképpen moziba fogjátok-e nézni? Azért kérdezem, mert a podcast felvételéhez közel most itt április vége fele jelent meg a Deadpoolnak a harmadik részének már most uh, eddig egy tízer volt, aztán most kijött az első rendes előzetese is, ugye, amiben visszatér a híres, hírhet Hugh Jackman által alakított Wolverine, és a Schlusspoén, ugye, most ugye ez a Deadpoolnak a harmadik része, és eddig a szégyenletes magyar cím és fordítása a a farkas volt, ugye a Wolverine, eredetibe rozsomák, és nem tudom, tizenvalahány film óta ő farkas, és a szinkronban farkasnak hívják, és wow, de most a Deadpool 3-nak a címe az Deadpool and Wolverine, és a magyar változatban pedig Deadpool és a Rozsomák lesz. De mi még menő, és már most a mozikban van, amit, amit már említettünk egy párszor Zsuzsi veled mindenféleképpen, az az Alex Garland film, a Civil War, a polgárháború ami az az Alex Garland készítette ki az Ex Machina című filmet, és ugye amiben januári podcastunk arról szól. Úgyhogy a polgárháború, és akkor Amerikában mi lenne? Egy, egy utópiába járunk, mi lenne, ha Amerikába kitörne a polgárháború? Csak az előzetesét láttam, de már megy a mozikba, úgyhogy ezt már valamikor meg kéne nézni. Szerintem, szerintem az, is, az is jó lesz. Nálatok, nálatok vannak -e ilyen címek, amik minden, mindenképp nézősek lesznek idén? Én várom az Inside Out második részét, csak hogy teljesen más a műfajt említsek illetve szégyenkezve, de valamennyire várom a Bridgerton harmadik évadát? Van egy sorozatváros, igazából, amit már korábban említettem, hogy a, nekem a tehetséges Mr. Ripley az ilyen nagyon klasszik kedvencem volt annak idején, és hogy abból csináltak most egy új sorozatot, és én még nem láttam, bár elvileg már a Netflixen lehet élni, és a Andrew Scott érte a, a főszerepet, Ripley-t, aki ugye az ilyen Sherlock Moriartyaként is, meg egy pár szerepben még szerintem alakított emlékezeteset, és, és nagyon jók a kritikái. nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit tud hozni. De az eredeti film, vagy a story is nagyon jó volt, és ez egy ilyen klasszikus történet amit feldolgoz, de hogy állítólag még, még talán a filmnél is jobb. Hát nem tudom, meglátjuk. Én már nagyon várom a sárkányok házának a második évadát mert, mert az nekem ugye a trónok harca után, előtt elhelyezve, az nekem tetszett nagyon, úgyhogy ez van. Azt hiszem, hogy nyáron valamikor június körül fog kijönni. Nekem akkora sok volt az eredeti Game of Thrones befejezése, hogy, hogy a, erre a sorozatra azóta se tudtam rávenni magamat, mert az annyira megutáltatta velem az egészet. Tudom, hogy ez nem kéne, ez más, ö, több szempontból is más, de, de nem tudtam rávenni magamat, mert az, annyira borzalmas lett a vége sajnos a trónok harcának. Hát igen, az elég megosztó, hogy egy kicsit inkább színfogalmazzak, fogalmazzak, de, de egyébként, hogyha megpróbálsz tőle elvonatkoztatni, akkor szerintem egészen jól élvezhető ez a sorozat. És azt nem tudom, beszéltünk-e már, de mintha a múltkor de mindenféleképpen meg akartam érteni, hogy jön a Joker 2 is idén októberbe, és az a legújabb hír, a relatív új hír azzal kapcsolatban, hogy ez egy musical lesz. És nem ám csak az, hogy egy vagy két dalocskát elénekelnek, hanem állítólag 15 dal jogdíjaival egyeztek meg, és hogy mindet el fogja énekelni, mert Lady Gaga és Joaquin Phoenix. Kíváncsian várom a végeredményét. Szerintem, szerintem Zsuzsi, te mondtad, hogy neked ez így még jobban város, de szerintem sokakat... szentem megnézni, megnézem. Szerintem sokakat ez direkt el fog rettenteni, de aztán ki tudja. Elég jól hangzik. Már hogy musical? Hát igen. Az első, elsőt láttad nem úgy? Láttam, igen, és, és pont amiatt így érdekes, hogy, hogy végül is mi fordult meg a, az íróknak a fejében, hogy, hogy ezt hozták a felszínre. Én eleve szeretem a műzikeleket, de, vagy hát, hogy mondjam, jobban elbírom viselni szerintem, mint mondjuk sokak, de érdekes lesz majd felfűzni, meg pont, pont az, hogy a sztorit, hogy, hogy fogod implementálni egy műzikelbe, mikor ez nem egy, nem egy, könnyű sztori azért. Amúgy érdekes, de a csillag születékben is ugye rengeteg dal elhangzik, és Lady Gaga ott debütált, mint ilyen színész plusz énekesnő, és az például nagyon meggyőző szerintem, szóval, hogy ez még azoknak is tetszett, akik esetleg utálták Lady gaga előtte, vagy nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek róla, de nekem nagyon bejött, és ő váratlanul bejött, és ezért nyitott vagyok, úgymond erre a de, de azt én sem tudom elképzelni, hogy pont a Jokerhez ez hogy illene hozzá. Szóval érdekes, az, hogy mit hoznak ki belőle. De amúgy az alapanyag mármint színészi, meg énekesi szempontból az nem rossz. Szóval kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki belőle. De ez nagyon vicces, hogy behoztunk hirtelen három véleményes álláspontot és is a filmmel, hogy musical, hogy a story maga, meg Lady Gaga. Úgyhogy akkor szerintem már Norbi meg is van, hogy mi lesz majd az egyik film témánk, hogyha már ennyit beszélünk róla. Lehet. Már csak az és biztos meg fogom nézni, mert ilyen kíváncsi vagyok, hogy ebből mi fog kisülni. Lehet, hogy valami hatalmas szenzáció vagy valami nagyon parzalmas. Na de vissza fogunk erre majd térni a megfelelő időben. És akkor kanyarodjunk is a mai témánkra, ugye az egy makulátlan elme örök ragyogása. Egy nagyon gyors szinopszis, hogyha valakeset nem lenne képbe, azért ez egy 20 éves film, idén 20 éves. Fájdalmas szakítás után Clementine, két lett, egy speciális eljárásom megy keresztül, hogy kitörölje a fejéből egykori barátja, Joel, Jim Carrey emlékeit. Amikor erre Joel rájön, ugyanazon az eljáráson megy keresztül, és lassan kezdi elfeledni azt a nőt, akit szeretett. Nagyon tömören ez a, ez a film. Um, talán egy picit spoileres is, hogy van ez az eljárás, ez az emlékitörlés, de én azért úgy gondolom, hogy ez egy húsz éves film, szóval aki, aki ezt a podcastet hallgatja, az valószínűleg már láttad, hogyha nem, akkor állítsátok meg, és akkor menjetek, nézzétek meg. Szóval első benyomások. Mikor láttatok elsőnek ezt a filmet, vagy esetleg most láttátok el először, és így összességében mi volt, mi volt, mik voltak az első benyomásaitok? Hát, ha már Anett felhozta a jó barátokat, akkor egy klasszikus hasonlatot kell, hogy behozzak, ami a, a lekvár jó, a sodó jó, a hús jó. <laughs> szóval, hogy én ezt a filmet utáltam. Húsz évvel adtam először, és utáltam. És most újra néztem a podcast kedvéért, és arra gondoltam, hogy ó, még nagyon fiatal voltam, és biztos nem értettem, nem törték összerendesen a szívemet, hogy átérezzem ezt a filmet. Nem, most is utáltam, és nem értem, hogy miért. Mert hogy az ötlet jó, a színészek jók. Igazából minden jó lehetne, de hogy így lábíze van. Sokszor említettem ezt más adásokban is, de már megint úgy jártam, hogy ez egy 20 éves film, és életem volna már látnom, de most láttam először. Szóval teljesen szűz szemmel néptem meg, és igazából először össze is kevertem a, a Csodálatos elméj a múlt és ö, azt hittem, hogy ez egy mentális betegségről fog szólni. De, de igazából aztán amúgy, amúgy tökre úgy tűnt az első egy órában, mintha ez egy mentális betegségről szólna, még mindig. Tehát, hogy hogy én teljesen ö, félre mentem az értelmezésben abban a tekintetben, hogy ugye láttam is, hogy az elején bekapott egy gyógyszert, és akkor biztos voltam benne, hogy ő ezt az egészet csak képzeli, ami itt folyik, és biztos ez csak a fejében történik meg. Szóval, végig fent áltottam ennek a lehetőségét, de aztán kiderült, hogy nem. És igazából egy ilyen nagyon, nekem nagyon nehezen követhető volt, de az érzelmi részére majd később rátérek, mert biztos fogunk azzal is foglalkozni, de hogy, hogy, egy kicsit ilyen, ilyen volt, és tényleg abban egyetértek Zsuzsival, hogy külön-külön az ötlet jó, színészek jók, de hogy valahogy nekem sem annyira működött ez a film. Akkor én most lehet, hogy egy kicsit kakú tojás leszek, mert végre már ezt a filmet én láttam nagyon régen, tehát ezzel nem voltam lemaradva, és, és még emlékszem, hogy ajánlottam is itt a podcastben korábban. Amikor ez megjelent, akkor voltam 14 éves, szóval ebbe zsuzsival értek egyet, hogy én se nagyon értettem akkor a filmet, pedig azt hittem akkor, hogy értem. És most, hogy újra néztem már sokat gyára, most, ért, most értem el odáig, hogy akkor igen, tehát teljesen más szemmel néztem annó a filmet, és nekem pedig tetszett, és nem akartam beleszólni azonnal abba, amikor mondta Norbi, hogy ugye spoiler ezzel a az emlékezet kitörléssel, de szerintem ez azért nem akkor a spoiler, mert nem ez a lényeg. Nem, nem, nem ez, ezen van a hangsúly a, a, filmben, ez csak egy ilyen adalék, meg ugye érdekesség, hogy, hogy bele tudják tenni a trélerbe, hogy minél többen rákapjanak, de, de ugye nem, nem erre fut ki az egész. És nekem Tetszett, abban egyetértek, hogy nehezen emészthető, mert ahogy Orsi mondta, elég kacsasz, viszont el lehet azért helyezni, meg, meg igen, nem, nem úgy kell neki ülni, mint egy limonádé romantikus vígjátéknak. Az elején talán mindenki úgy ül be rá, hogy oké, okay, egy egy újabb ilyen kis romantikus limonádi romkom valami lesz, de aztán nagyon hirtelen igazából átcsap egy picit más a történet. Most nem emlékszem pontosan, hogy most 2000-es évek elején Jim Carrey még most hol tartott a karrierében, hogy ő, ő, ő volt a, a stand-upos vicces srác, az észfentúra vonal, az már megvolt, és utána azért volt ennek egy pár ö, komolyabb alakítása is, de szerintem itt még most az, az nagyjából azok az évek, amikor még inkább a, a, humoros arcát várta, főleg inkább így a szílesek közösség, szó a közönség, úgyhogy ezért is lehetett ez. És hát e, a rendező Michel Gondry, francia új, újabb hullámos kísérletező kez, kedvű rendező, és az író Charlie Kaufman, ugye a legjobb forgatókönyvért is kapott a, 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 film. Szóval a kettőjük munkája e, egy nagyon ilyen egyedi, nagyon ö, érdekes vágásokkal megtűzdelt, és ö, me, új, relatív ö, merésszel egy kicsit így a hollywoodi mainstream-mel szembe menni, így, a, így a, a, szokásos toposzokat így kicsit így ledobálja, vagy, vagy olyan módon próbál meg hozzáállni amit azért annyira még nem nagyon látunk és, és a filmnek így a, a vizuájt, vizualitása, a látványvilága, meg a vágása, szerintem egy egészen ilyen egyedi ízt, uh, east, ad így a filmnek. Um, az előtt sem, és azután, vagy azóta sem mondanám, hogy ilyen hasonló filmet kifejezetten ami ehhez, ehhez hasonlít, mert tényleg olyan, olyan jól működnek benne uh, azok a, azok a forgatókönyvi megoldások, és, 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 a színészek is nyilván, hogy, hogy szerintem tényleg egy ilyen, egy ilyen egészen egy, üdítő, egyedi, egyedi mű született. Beszéltünk már a szereplőkről, ugye nyilván itt a két fő szereplőn van a fő hangsúly, van egy Jim Kering, aki joel játsza, és a két Winslet, aki, aki Clementine. Szerintem itt most inkább a kettők viszonya miatt is így egybe érdemes őket kezelni, szóval a kérdésem úgy hangzik, hogy tetszett a játéka a két színésznek, és, és mit gondoltok, milyen volt a kémia Köztük. Jim kelly kifejezetten rajongója vagyok, uh, imádom a komoly munkáit, és a komikus munkáit is. Uh, viszont szerintem nagyon-nagyon egysíkú volt mind a két karakter. Tehát két vészlet nyilván el tud játszani egy crazy-crazy uh, lányt, aki el van veszve, és nagyon-nagyon különleges, Jim Carrey meg nagyon el tud játszani egy introvertáltabb, visszafogottabb fazont, mert mind a nagyon jó színészek, de én nem láttam ilyen, hogy is mondjam, léjereket, tehát nem láttam a hagyma dolgokat, hogy esekre utaljak a karakterekben, és szerintem ez az összes többi karakterre is igaz. Volt valakink, aki egy eszméletlen perverz, volt valakink, aki csak úgy van, volt a nagyon partilány Kristen tehát hogy Nekem minden karakter egy-egy ilyen nagyon egy tulajdonságot testesített meg, de mondjuk nem is feltétlenül a karakterábrázolás volt a, a lényeg. A Kémiában én azt éreztem, hogy két nagyon elveszett embert játszanak, akik egymást támaszai, az működött. Az, hogy ilyen a karakterek, az nem is feltétlenül baj, mert így is nagyon nehezen követhető a film. Szóval, hogyha még ráadásul uh, még, még, ilyen nagyon hagymák lettek volna, hogy fogalmaztál, akkor még, még, az is lehetett volna egy plusz uh, bonyolultságot, és uh, így első fogyasztással legalábbis szerintem ez így elég is volt, hogy akkor most itt miről van szó, és nem feltétlenül baj, hogyha egy sikóak a karakterek, de amúgy egyetértek abban, hogy azok voltak. Üh, viszont um, most gyorsan megnéztem, is, hogy Jim Carreynek nem olyan sok komoly filmje volt még ezelőtt, szóval ugye még előtte ezek a Kábel barát, meg a Hanta meg hasonló filmjei üh, voltak inkább, ami ugye tényleg ez a tipikus üh, komik üh, dolgok, de ö, vagy komikus dolgok, bocsi, és ö, igazából ezelőtt még a Truman volt, ami ilyen komolyabb ö, talán, ö, szóval én már csak ezért is kíváncsi voltam rá, hogy egyébként itt mit alakított, mert hogy én ugye azt tanul nem láttam, meg nem is sok komoly filmét láttam egyébként sem, csak a Truman szerintem. Ö, és szerintem ez tök jó volt, mert az elején nekem ad a benyomásom, amikor még a legesleg elején szalad a Montau kivonathoz, akkor ott, ott még hozta ezt a Úristen rohanok, mint egy idióta jellegű motkás kultúrát, de hogy utána, utána tök jól hozta a komoly figurát, és engem nagyon kellemesen meglepett ezzel a múlt, szóval abszolút szerintem nagyon jó volt a, komoly játéka, és két lettnek meg, hát igazából neki szerintem ez egy ilyen csukó gyakorlat valóban, tovább, hogy ő tényleg elég, elég, jó színésznő minden tekintetben, és hogy ezt, így, ezt is hozta a, nem tudom, az elvárt színvonalat. Tehát, hogy, hogy inkább ezt tapasztaltam, nála, viszont maga a karaktere, az nekem nagyon visszataszító volt, vagy nem is az, hogy visszataszító, hanem ilyen, ilyen, az a hisztérika, szóval, hogy igazából én nem is értem, hogy a kettőjük közti kémia az, hogy tudott ennyire kialakulni, mert szerintem a való életben az a két ember az egy gyűlölni egymást, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy nekem ők egyáltalán nem élenek össze. És a végén, hogy tulajdonképpen azt akarja mondani az univerzum, hogy, hogy ők össze vagy azt, hogy inkább, inkább maradjatok küzden, mert minden egyes alkalom, amikor ö, kitörölünk titeket, visszatértek egymáshoz, de mégis újra ki kell titeket törölni, akkor, akkor lehet, hogy inkább ezt akarja mondani az univerzum, hogy hát ti, ti nem életek össze. <laughs> szóval lehet, hogy ez egy ilyen nagyon kitekert értelmezés, de de hogy nekem, nekem ők egyáltalán nem működnek, mint egy pár. Ez, ez a tudományos orsi magyarázat, szerintem. Tehát, De megpróbáltam értelmileg közelíteni, és erre jutottam. Itt nem, a, nem a földtől elrugaszkodott véleményt hallottuk, ami általában az enyém szokott lenni, és ez most sincs másképp különben az előbbiekhez képest. Szóval először is akkor beszélek arról, hogy szerintem a kémia az kettőjük között pont azért alakulhatott ki, hogyha logikusan végig gondoljuk, mert egymásban pont azt találták meg, ami belőlük hiányzott. Ugye volt, volt azt hiszem egy ilyen nagyon kis, rövid monológia is a a filmben két Winsletnek, Clementine-nak, hogy valami olyasmit mondott, hogy az eddigi férfiak az életében mind menedéket kerestek nála, és hogy azt kérte ugye joel hogy ezt ő ne tegye. Nem tudom pontosan idézni, de valami ilyesmi volt. És közben meg milyen érdekes, hogy nála kerestek menedéket, amikor ő egy ilyen szélvész csaj, tehát, hogy ez például itt egy ellentmondás, illetve ugye Joánél, meg, meg hogy, hogy ez a csendes, visszahúzódó ö, srác, ö, ez hogy ö, alakulhatott ki. Én, én mindig azt várom azt a pontot a filmben, amikor visszamegyünk, ugye, amikor ott már a gyerekkorában egy kicsit ott kutakodunk, szóval ebben az egy pontban nem értek annyira Zsuzsival egyet, hogy nem hagymáztunk, mert itt azért fel, felnyitottak egy-két dolgot az írók, hogy ugye nem nagyon foglalkozott vele az anyja, amikor kicsi volt, hanem hanem igazából ivott, meg, meg nem tudom, és, és ő azt várta Clementine-tól, hogy ő emelje fel. És valószínűleg ez a csendes figura, képe is azért alakult ki benne, mert hiába sírt, nem figyelt rá senki. És mi volt, mi, mi volt még a másik kérdés? A kettő kémiaiája és a színészi játék maga az az, az egyik érdekes szerintem, hogy amint már az előbb is többször említettetek, hogy Jim Carrey ugye leginkább ilyen ö, a gumiarcú szerepeiről volt híres, és nekem pont az tetszik ebben, hogy, hogy itt meg annyira és talán arccal játszik, de ugye ezt, hogyha nem láttam volna mondjuk a maszkot, meg az észventúrát, meg, meg a kábel barátot is akár, akkor, akkor lehet, hogy nem tetszene, de így nekem az egy plusz adalék, míg, Két vinszlet, meg pont az ellentétes ö, szerepeket játszotta legfőképpen a, a karrierje során. Mindig ezeket a fegyelmezett, nyugodt embereket, és most, hogyha így nagyon ki akarnám sarkítani, végül is szerepet cseréltek. Mert két mert vinszlet játszotta a, a hisztérikát, ahogy Orsi mondta, és ö, Jim Carrey pedig pedig tényleg ezt a savanyú. Embert, aki, akinek semmi életöröme nincsen a, a lányon kívül. Nagyon, igen, nagyon érdekeseket mondtatok. Egyrészt um néztem uh, audio kommentáros verzióját is a filmnek, és ez teljes egészében így volt, hogy Jim Carreynek nek azt mondta, hogy visszafogott, árnyaltan kell, nagyon kis, kevés játékkal. Két Winsletnek az ellenkezőjét mondta, hogy ez egy vígjáték, legyél nagy, toljad, amely, ami, ami, csak kifér, és ez az ellen, ellentét, ez, 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 nagyon erősen kijön. Az is egyetértek, amit uh, Orsit mondtál, hogy nyilván kinek milyen zsánere, vagy milyen személyiséget szeret, de én, én sem tudom teljesen elképzelni, hogy egy ilyen nővel hogy lehet hosszú távon e, igazából kijönni, vagy együtt élni bármilyen szinten. De mindezek ellenére én azt mondom, hogy, hogy mi van, mi van, hogyha ez a két karakter, Joelnek és a clementine a ez a sorsa gyakorlatilag az univerzum, ezt, ezt jelölte ki számukra, hogy újra és újra szerelmesenek és újra és újra szétmenjenek. És mondtad, hogy nem tudod, hogy hogy alakulhat ki közöttük a kémia, és ugye, de, de látod, hogy pont ez a vége, hogy, hogy szakítanak és mindig szakítanak a végén. És hát igazából ez nem teljesen tiszta, ugye egyet biztos, hogy így láttunk a filmben, de van egy-két apró jál, arra, majd ki fogunk még térni, hogy lehet, hogy ezt nem egyszer érték már át. Úgyhogy igen, szerintem, hogy ez a sorsuk, hogy, hogy összejöjjenek, és akkor nagyon magas hőfokon és nagy lángon ég a szellem, és akkor ez nagyon hamar ki, ki, is ég, és aztán megutálják egymást. De ugye itt megint csak ugye az lényeg, hogy nem, nem a, a, a cél, mert a az mindig az, hogy szét fognak menni, hanem ugye maga az út, hogy megtapasztalják ezt a, ezt a szerelmet, és ez van számunkra kijelölve. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet. Én ezt nagyon tudományosan fogom megközelíteni, és akkor tök jó, hogy van egy anettünk, hogyha Orsi is ezt az oldalt képviseli. Szerintem ez nem sos. Szerintem ez egy eszméletlenül etikailag és erkölcsileg is elítélendő praxis, az egész film számomra eszméletlenül erkölcsileg elítélhető, nincsenek szerethető karakterek, de ha csak a kérdésre koncentrálunk, ez nem a sors, hanem egy elcseszett orvosi beavatkozás. Szóval konkrétan, hogyha rendesen és nem partizva lettek volna jelen az erkölcsileg elítélhető uh, végrehajtók, akkor ezt így ki lehetett volna rendesen törölni. Ugyanúgy, hogyha az erkölcsileg elítélhető uh, Ilája Wood, a nem emlékeztette volna folyamatosan a csajt, az emlékeinek az ismétlésével valószínűleg nem került volna ugyanoda vissza, és az én olvasatomban ugyanaz lesz a vége. Ugyanúgy szét fognak menni, és csak elvesztenek még egy évet az életükből. Itt itt, itt közbe kell, hogy szúrják, hogy, hogy... Nem biztos, hogy, bár nyilván a hiba, hogy ott, -ott bulikáztak, meg persze az is közbejátszott, de látjuk, hogy Kirstin Dance karakterének is ő is átesett ezen, és ő is vissza és visszatér, ki tudja hányszor. De nem azért, mert a nősdokival kell lennie, hanem azért, mert nincsen meg az agyában az emlékanyag, ami megtanította rá, hogy nem ez az ember a párja. A kezdeti vonzalon van, és ugyanezt történik a főkarakterekkel is, hogy elvesztik az emlékeiket, és az emlékeik mutatták meg nekik, hogy ez így rohadt, toxik, és nem jó együtt. És így nincs fejlődés, nincsen haladás, hanem egy ilyen uh, idétlen időkig lúg van, mert elveszted azt az információt, ami alapján amúgy meghoztál egy döntést, és ez amúgy szomorú. Uh, Oké, okay, igen, ez az, az, de én meg ezt úgy vettem le, hogy ez egy konkrétan ez csak egy nem tökéletes eljárás, vagy ez a gép, ez az eszköz, ez nem tökéletes, és mégis marad valamennyi kis emléke az embernek, és az elég, hogy a szikra megint kialakuljon. Tehát, hogy egyszer, egyszer rossz van valami minimális dolog, ami ott marad így is, úgy is mindenkinél. Hát, vagy hogyha, bocsánat, hogyha a sorsról van szó, akkor viszont nem is kell, hogy maradjon ott semmi, mert akkor pont lenne a filmnek a mondani valója, hogyha sikerül a törlés, akkor is valahogy visszatalálnak egymáshoz. Tehát, hogyha itt a sors kezéről beszélünk végül is, de különben, tehát pont szerintem ezért hoztam be ezt a nézőpontot, hogy, hogy ez fordítva is igaz lehet, hogy ők mindig, mindig szétmennek. Nem tudjuk, hogy ez hányszor történik meg, de mindig a végére szétmennek, és utána összejönnek, aztán csak szétmennek. Tehát tök mindegy, hogy hányszor törlik ki az emlékeiket, ők akkor is a végén szétmennek, és akkor a végén lehetett egy üzenete az univerzumnak, hogy értsétek már meg, hogy nem vagytok egymáshoz valók. Hányszor kell még kitörölni az emlékeiteket ahhoz, hogy, hogy ezt megértsétek, hogy nem vagytok egymáshoz való. Igen, basszus, hogy nem tanulnak abból, hogy, hogyha ha kitörlik egymást, vagy ha kitörlik a memóriájukat, akkor, akkor nem tanulnak. Nyilván, ez most tök természetes, hogyha belegondoltok, Hogyha szakítunk valakivel, akkor ö, nyilván a jó emlékek ott maradnak, amik újra összehoznának, meg minden. De ugye tudod, hogy mire, mire futott ki, és ezért nem mész bele újra. Most hagyjuk az egyéb szenáriókat, de mondjuk ez egy természetes lefolyása a dolgoknak. És hogyha ö, folyamatosan azt azzal stimulálod magad, hogy de a jó emlékek, meg, meg de az ugye öröm, meg a, a, boldogság, azáltal elhazudod magadnak, hogy amúgy ott van egy, ott van egy rossz vége. És, és igen, tehát, hogy ez az etikai dologgal is egyetértek teljesen, mindenféle szempontból, de, de igen, ez a, ez a tanulás, meg a fejlődés az, ami, ami nekem ö, problémásabb, és azt akartam kérdezni, hogy szerintetek ö, mi volt így az a pont, vagy az, az a trigger, ami nem engedte Joel-t, hogy, hogy teljesen ö, kitöröltesse az emlékeiből a csajt, már hogy ugye elvileg a lánynak, Clementine-nak mindent kitöröltek, és, ö, csak rém lettek neki a mondatok, amiket a Patrick, azt hiszem, a filmbeli neve az asszisztensnek amiket ő mondott, de hát ő egy hülye volt, azt hagyjuk, tehát hogy úgy akar, nem a saját személyiségével akarta meghódítani a lányt, hanem, hanem ugye a Joelével, de, de hogy szerintetek Joelnek mi volt az, ami, ami egy ilyen hasonló trigger volt, mert arra én például nem tudtam rájönni. Nem, mint hogy töröltesse ki a lányt? Nem, pont, pont, az, hogy amikor már a folyamat... Mit ő gondolta meg magát? Van, igen. Szerintem Anett és nekem, Anettem megfejtetted az egész folyamatnak a hibáját, ami az volt, hogy a rosszakkal kezdték, tehát a le leghamarabbi emlékekkel kezdték, és, ha és haladtak visszafelé az időben. Tehát mire odaértek, hogy a jó emlékeit kitöröljék, addigra a rosszakat már kitörölték. Ha fordítva mennek, és elkezdik törölni a jókat és a végén a rossz emlékekkel szembesülsz, nem lett volna egy ilyen hisztéria. Uh -huh. Ez az én Jogos, viszont ugye erről szólt, vagy, vagy azt hiszem, hogy magyarázzák is a beavatkozás, hogy hogy visszafele, elkezdik feltérképezni. Ugye egyrészt mutogatják ott az emlékeket, hogy az agyában ö, milyen stimulálás keletkezik ennek hatására, vagy ez hogyan stimulálja az agyát, és azt nem tudom, hogy figyelembe veszik-e igazából, hogy, hogy maga a sorrend az hogy menjen, de lehet, hogy nem tudom, a technológia nem alkalmas arra, hogy kívülről befelé haladjon, mert tök úgy nézett ki azon a gépen, ott, ahol mutatták a képet, mint hogyha ugye amikor elbújt Joel, akkor így a, az agykéregnek, vagy nem tudom minek a peremére szaladgált a tengerpartra az ágyba, meg az asztal alá gyerekként, meg ilyesmi. De én szerintem az is trigger lehetett ebben, hogy ugye ez a partizós kitörlés, szóval, hogy nem volt véletlen, hanem amikor ugye elhangzott egy csomó minden, amit ott a partén megbeszéltek, azt Joel hallotta, és szerintem hogyha a néma csendben csinálják végig ezt a munkafolyamatot, akkor Joel nem tudja meg, hogy mi történik vele éppen. És ugye mivel ott beszélgettek arról az ő jelenlétében, hogy, hogy éppen mit csinálnak vele, ez valamilyen szinten eljutott hozzá, mert ugye az álmaiban vagy a képzeletében is megjelenik, hogy ő, ő, látja saját magát, ahogy törlik az emlékeit, és nem tud csinálni semmit, mert nem hallja senki, amit mond, és hogy szerintem ez is lehetett egy ilyen triggerre, hogyha csak simán végig csinálják azt a folyamatot, amit szoktak, akkor egyszerűen kitörlik át az ég az emlékeit, és akkor készen van. De így, hogy hallotta, ő megpróbált közbeavatkozni a, a, folyamatba, és, és, emiatt lehetett az, hogy ő megakadályozta a félúton, hogy akkor töröljék az emlékeit. Szerintem ez volt az oka. Szerintem még az is közre játszik Joel esetében, hogy meggondolta magát, ezért ez a klasszikus, hogy akkor kezded el értékelni, hogy mit van, amikor ugye elveszíted, és akkor emléktörlés közben jön rá, hogy mit is veszít el ez a, ezáltal, meg szerintem egy picit nála ezzel kicsit ilyen hirtelen felindulásból, hogy kitörölte? Jó, akkor, akkor én is kitörlöm, és akkor nyilván ez csak egy ilyen. Nem ő igen, mert, hogy... igen, igen, és akkor úgymond bosszúból, hát akkor ő is kifogja, és akkor el, elmegy ő is ez a céghez, úgyhogy szerintem ez csak inkább ilyen hirtelen felindulásból, és, és, és hogyha a higatán gondolta volna, akkor nem biztos, hogy alá, ö, igen, tehát hogy az eljárás alá beült volna de hát közben már meg is, meg is gondolta, gondolja magát. Említettétek azt is, hogy, hogy az univerzum, vagy soha, hogy bármi is legyen ez, az próbálja azt az üzenetet eljutatni hozzájuk, hogy ez, ez ők nem, nem, működnek együtt, hányszor akarjátok meg próbálni, nem működik. De ugye, de ugye ez egy teljes kör, gyakorlatilag szóval, hogyha kicsit romantikusabb szemmel nézzük, akkor meg lehet, hogy pont azt mondja, hogy Próbáljátok meg egy együtt, mindig és mindig összetereli őket, újra és újra találkoznak, hogy éljék át ezt a szerelmet, ahányszor csak tudják, újra meg újra, attól függetlenül, hogy az utána jövő szenvedést is ki kell, hogy ö, át kell, hogy éljék, de hogy, de hogy megéri, megére ennyit a szerelem? És hát számukra az a válasz, hogy igen. Hát persze, hogy megéri, már nem tudják, hogy mi mit kell végig szenvedni. Tehát, hogy ez a emléktörlési technológia, ez nagyon-nagyon sok fejlesztésre szorul, mert akkor ugye ki kell találni, hogyha most ennyire szeretnének beleavatkozni, akkor ki kell találni, hogy mik azok a pontok, amit az előbb is fejtegettünk, ahol fejlődni kellene a párnak. Csak amúgy ez megint olyan értitek, hogy ezt, ezt általában együtt szokták a párok <laughs> megélni, és, és nem, nem ugye ilyen mindenféle könnyítésekkel. Nem tudom. Amúgy hiába én vagyok itt az általában a föld felett 10 centivel járó, a, 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 amikor együtt podcastelünk, én, én sem gondolom azt, hogy ez most ilyen az univerzumnak egy ilyen jelzése, hanem én is inkább így a realitás talaján maradok, és hogy tényleg ez így nem, nem oké, okay, hogy, hogy így beleavatkoznak, mert mert akkor persze, hogy visszatalálnak egymáshoz. ez a kettőnek a mixe. Azt kérdezted, uh, Ab, hogy megéri a szerelem. A szerelem abszolút megéri a új, új beli szenvedést, hogyha előre visz. Tehát teszem azt, ha nem törnék ki az emlékeiket, és fél év múlva találkoznak egy közös barátjuk partiján, mert összesodorta őket az élet, és minden múlt dolgukkal együtt ők úgy döntenek, hogy újra együtt akarnak lenni, az teljesen valid. Így nem az, mert így ugyanaz, ugye nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba, ők mindent eltöröltek, és az egyetlen dolog, ami változtathat rajta, hogy megvan a felvételen, hogy miért mentek szét, meg hogy mit utáltak egymásban. Na most, ha ők ezt arra használják, hogy dolgozzanak magukon, és megpróbálják megakadályozni ugyanazt a véget, az egy tök érdekes dolog, csak ugye ez a filmben így nincsen benne. Inkább csak az van, hogy pontosan ugyanannyira elveszettek, mint annó, amikor találkoztak, és így azt mondják, hogy <laughs> megint nincs jobb ötletem, nekem se oki. Okay. Ez igen túl romantikus. Igen. Ugy, ugye, ugye említi is, azt hiszem, a, amikor az elején ugye találkoznak a vonatnál, meg a nem tudom, ott a tengerparton, akkor nem tudom, hogy ott említi-e naomi az előző barátnőjét, vagy az már csak a vége fele van. Ezt mo most néztem meg, de már a film, nem említi. A film elején is említi. Igen, és, és hogy, hogy ami Zsuzsi mondta, igen, hogy pontosan Joelnél látszik, hogy ő ugyanoda került vissza. Hogy, hogy, ugyanúgy nem tud a csajokkal flörtölni, ugyanúgy nem tud a, ennek a naomi igazából az emlékét szabadulni, ami nem mondanám, hogy még szerelmes belé, meg ilyesmi, csak hogy, hogy látszott, hogy ez egy olyan kapcsolat volt, ami szintén megviselte. Együtt éltek. És a csaj elhagyta ezért a másikért, mert nem érezte jól magát. És aztán, amikor elfele, vagy mikor szakítottak, akkor az volt az első gondolata, ha jól emlékszem, hogy most menjek vissza Naomi-hoz. Nem nagyon van így jelen fejlődés benne, hanem ugyanaz a, ugyanaz a kicsi gyerek marad, aki, aki, a biztonságot keresi. Az, az ismerős rossz. Igen, Na, Naomi-t az ő része Kilett vágó, maradt, amúgy az Ellen Pompeo játszotta, a Grace Klinikából lehet ismerős, a színésznő, vettek fel vele, mannak kimaradt jelenetek közül, mert őket tekinteni, csak a rendezők meg vágó úgy gondolták, hogy nem, nem feltétlenül kell a filmbe, úgyhogy az ő jelenetei kimaradtak. Sokat beszéltünk már igen itt az emlékekről, meg az emlékek kitörléséről, és kicsit így, persze a filmnél maradva, de egy nagyobb kontextusban nézve, hogy maga ez, ez azért így, én elgondolkoztam ezen, hogy, és akkor ez egy kicsit ilyen filozófiai létkérdésbe átmegy már, de ugye kik ki is vagyunk mi, ki, mi az az én, ha, ha nem az emlékeink, meg a tapasztalataink bizonyos halmaza. És akkor ugye, ha ezt elfogadjuk valamennyire, kb., akkor mi marad belőlünk, hogyha elvesznek az emlékeink? És akkor itt nyilván alzheimer kezdve bármilyen demencia idősebb korba, hogyha előfordul, az, 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 nem az embernek is, de a családtagjainak is az egy, az egy borzalmasan hatalmas nagy tehertétel, és azért kicsibe, vagy kicsit máshogy, de a filmben és ezt látjuk, és ez, ez, elgondolkodható, elgondolkodtató, hogyha, hogyha, ezeket csak így, így elveszi, kitörlöd magadnak, azzal, az a mennyi mindent dobsz el, amire, amire, nem emlékszel, szóval ez nagyon fura nekem. Te ezért is etikátlan ez az eljárás, ami ugye benne van a, a, filmben. De... de, hogyha én magamnak ezt szeretném csinálni, akkor én magamnak miért ne Igen, pont erre akartam rátérni, hogy egyébként az Alzheimer-nél, ugye, amit említettél, ott nyilván nem, nem, válogat az Alzheimer abban, hogy akkor most milyen emlékeidet veszíted el. Itt pedig ugye szelektíven te nem meg tudsz szabadulni egy-egy emlékettől, ami még lenne is létjogosultsága, hogyha mondjuk az, az emlék annyira fájdalmas, vagy nem tudom, hogy, hogy egyszerűen élni nem tudsz vele például, mármint adod az emlékkel. Tehát nyilván nem azokat az emlékeidet akarod elveszíteni, hogy, hogy a szeretteiddel mi van, vagy hogy ismered őket, hanem azokat, amik, amik ellehetetlenítik a életedet, és akkor itt hogy ez, ez itt a félbe vezet. kéz a kéz járszó. Szóval nem tudsz úgy, hogy ő akkor ő róla, de csak a rosszakat, az felejtsük el, hanem akkor úgy mi, szóval, hogy így egybe ment. Tehát, hogy oké, okay, oké, okay, válogathatsz, de azért nem annyira, hogy... Hát csak igen, de hogy az a személy az, aki okozza számodra az a fájdalmat. Tehát lényegében a személyt törölsz életedbe, ha úgy vesztük, nem csak a jó meg a rossz, tehát nem, nem a jó és a rossz emlékek között, hanem magát a szemét eliminálod teljesen az életedből. És pont, pont a múltkor olvastam amúgy erről, hogy, hogy egy, volt egy, majd az bárki, hogyha gondol, egy, egy, belga nő, aki a, talán belga volt, nem szóval pontosan, de hogy ugye ott engedélyezik az eutaniz, eutanáziát, és hogy talán a, a gyermekeit megölte, vagy valami hasonló történt, és hogy nem tudott ezzel konkrétan együtt élni, ezzel a tényjel, és ezért kérvényezte a és azt hiszem, hogy meg is adták neki. De tulajdonképpen arra akarok ezzel utáni, hogy, hogyha van egy olyan emléked, vagy egy olyan tetted, amivel konkrétan képtelen vagy tovább együtt élni, akkor azokra az esetekre ez egy, ez egy jó megoldás lehet, úgymond, hogyha azokat törlöd. De az, hogy, hogy mondjuk a sértődés miatt, ahol Joel esetében, hogy ő neki oda passzolták ezt a kártyát, hogy olyan amúgy ez a csaj kitörölt az életébe, jó, akkor én is. Tehát, hogy ez egy kicsit úgy messzire vezet, hogy mi az a határ, ha meg lehet ezt húzni, hogy, hogy már ott, ott ennek van létjogosultsága, vagy nincsen létjogosultsága, egy kitöröld. Hát ez orvosetikai, meg jogalkotási kérdés, mert attól, hogy egy orvosi procedúra rendelkezésre áll, nem biztos, hogy rá lehet bízni az átlagemberre, hogy eldöntse, hogy az a procedúra jár -e neki. Meg maga a alapkérdésed eszméletlenül érdekes, és egészen visszavezethető egy ilyen alappszichológiai kérdésig, ami a Nature versus nurture, tehát, hogy kik vagyunk az emlékeink nélkül, ahogy felnövünk, amik történnek velünk, az befolyásolja jobban a személyiségünket, vagy van valami alap, ami ettől független, és valahogy születtél, ami megváltoztathatatlan, és hát ezen nagyon sok pszichológus és filozófus és tudós vitatkozik sok-sok éve. Szóval tök érdekes kérdés. Beszélünk etikai kérdésekről, de ez nem csak azt a szemét Érinti, aki elvégezteti magán az emléktörlést, Mert most, ha a filmhez ugrunk, ugye végül is Joel, addig a napig, amíg besétált a, az orvoshoz. Ö, Ugye Clementine benne volt az emlékezetében, és ő addig a napig mondjuk mindent kitöröltetett, egészen az el, vagyis el ki akart töröltetni egészen az első napig, amíg találkoztak. De például most Orsi, amit mondtál példának, ez az eutanáziás kérdés, hogy ez mondjuk mit tudom én, megtörtént egy idő pillanatban, de volt előtte is, meg azóta is már élete a nőnek, hogyha azt kitörölteti, akkor helyette mi van? Mi van azzal a geppel, és, és, és megint ez a, az idősík, meg ez az időbukfánc, amiről már sok, sokszor beszéltünk ugye, az időutazós filmek kapcsán, hogy nem tudjuk annyira, hova. Tenni, sokszor, meg hova helyezni az eseményeket, az, az az embernek magának, akinek kitörlik az emlékeit is, lehet, hogy rosszabbat csinálunk vele, de hogyha pedig a környezetére gondolunk, akkor a környezetének nem töröltetett ki a memóriáját, szóval ő tudja, hogy mik történtek, mint ahogy ugye Joá barátai is tisztában voltak vele, hogy mi történt, mert ott volt náluk az a egy kártya. Szóval eléggé sok logikai bukfánc van itt is, tehát nem csak azt az adott személyt befolyásolja, hanem mindenkit, akit ismer utolsó kérdést szeretném feltenni, és hát nyilván az adja magát, hogy ti kitöröltetnétek-e saját emlékeiteket a saját életetekből. Az is kérdezem, mert van egy amúgy egy nagyon ilyen kis rövid árnyalat jelent, amikor John megérkezik a, a céghez, hogy akkor nő, akkor most ott beül, és ugye ott a váróban vannak mások is egy ilyen öreg hölgy, ilyen kutyásképpel, azt még úgy oké, és akkor látunk egy idősebb fószert is egy serleggel a kezébe, és akkor ott, ott, ott az ember kénytelen kegyetlen elgondolkozik, hogy lett valószínűleg egy gyereke, hallhatott meg, és olyan szintű fájdalmat érez, hogy inkább kitörölteti a gyermeke emlékét, és hogy ebbe belegondolsz, Hú, ez nagyon súlyos kérdés amúgy, és ezzel itt így csak így, így a film így bedobja nekünk. Szólja a kérdés adott, hogy ti kitöröltetnétek-e ilyen emléketeket, hogyha lenne rá lehetőségetek? Hát a serlegesen visszakötöttünk az arrival, vagy érkezéshez, hogy így ha nagyon fáj az, hogy elveszted a gyerekedet és dönthetsz úgy, hogy akkor nem lesz gyereked, az az, az egész ugye ezt már egy másik podcastban megbeszéltük. Uh, illetve nem tudom, hogy én az a jelenet, hogy valaki telefonált, és mondták, hogy a héten már harmadjára jönnél, Tehát, hogy így Ezt akartam mondani. legyen elég. Uh, de úgy én saját magamból kiindulva, én nem törölnék ki emlékeket. Uh, én, hogyha választhatnék, akkor maximum az időbe mennék vissza, úgy, hogy az összes emlékem megvan. Én ragaszkodom az emlékeimhez és a, a fejlődésemhez, és nem tudom, hogyha valamire nem emlékeznék, az hogyan befolyásolnák a személyiségemet, és így kedvelem azt, aki most vagyok, szó. Szóval. <laughs> inkább nem nyokálok bele. Ugyanez, ugyanez nálam is egyértelmű, nem? Én az időutazással is még hadilában állok, hogy visszamennék-e vagy nem, mert akkor mit tudom én, ha rossz emlékhez, vagy fájdalmas emlékhez mész vissza, akkor már, hogyha az újra fájjon, az azért annyira nem hiányzik, ha már egyszer sikerült nagyjából feldolgozni. Meg ö, ö, igen, nem tudod, hogy ö, ha kitörölteted az emlékeidet, akkor utána milyen ember leszel, jobb vagy rosszabb. És ez most megint egy relatív, de ö, érts, értsük jól, hogy most te egy fe, olyan ember leszel, aki... aki nem tudom, kedvesebb, vagy asszertívebb, vagy nyitottabb a világra, vagy pedig pont anélkül az emléked nélkül egyel szürkébb leszel. Én szoktam ilyen sarkos lenni, de most én a rugalmas akkor, mert szerintem, tehát pont amiatt a, a serleges téma miatt, amit ugye behozott a film, mint, mint csak egy ilyen másodpercnyi, ilyen morális kérdés, hogy tehát egyszerűen el, el, el tudok képzelni olyan mértékű fájdalmat, ami, ami indokoltá teszi, hogy mondjuk az ember megszabaduljon attól az emléktől, mert el lehetetleníti a további életét gyakorlatilag. Tehát mondjuk, hogyha egy ilyen emlék akár öngyilkossághoz vezet, ne, mert hogy nem tudja elviselni ennek a létét, akkor például ennek lehet egy úgymond társadalmi haszna, hogyha, hogyha lenne egy ilyen lehetőség, hogy amúgy kitörlik azt az emléket, és akkor onnantól kezdve talán élhetővé válik annak az embernek az élete. Szóval, hogy igazából ebben a tekintetben szerintem lehet egy... Egy, egy ilyen kivételt tenni, csak ez ugye ennek a határa az, ami ami nem tudni, hogy hol húzódik, vagy hogy ki mondja azt meg, hogy hol húzódjon ennek a határa. Logikusan belegondolunk, az, hogyha valakit ér egy olyan fájdalom, amit a az öngyilkosságon, az szerintem sosem attól az egy emléktől ö, alakul ki. Tehát akkor az az ember alapvetően nem tudom, szuicidhajlamú, hajlamú, neurotikus, stb. stb. Az, 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 egy, az, egy az. amit amúgy szerintem a Patrick karakter csinálta a Clementine karakterével jó kidag. 100%. Nem kell hozzá se szuicid sem se mentális betegnek lenni, hogy, hogy egyszerűen elgondolkodjon az ember ilyen dolgokon, szerintem. I igen, de hogy ezt most csak arra felmondom, és tehát ez teljesen fura, hogy én vagyok most a realista szerepébe, de hogy hogy ez annyira fura, mert oké, okay, nyilván mindenki, vagyis a legtöbben voltunk már nagyon szomorúak, tényleg nem tudom, napokig sírás, vagy, vagy akármi szerettünk halála miatt, vagy szakítás miatt, vagy, vagy bármilyen nagyobb dolog. Jó, most ezek ilyen extremitások, amiket mondtatok, de persze megtörténhet, de hogy ö, azért valahogy csak ott van a kis agyadban, hogy, hogy egyszer úgy is túl kerülök rajta. Tehát sírsz persze, meg, meg vergődsz a saját nyomorodban, de, de valahogy úgy is tudod, hogy, hogy, hogy vége lesz. És, és, hogy nem az a megoldás, hogy kiugrasz az életből. Annak ellenére, hogy tényleg nagyon szomorú vagy, meg úgy érzed, hogy nem akarsz tovább élni, nem, nem feltétlenül erről is van egy csomó kutatás, meg minden, hogy attól, hogy valaki, nem tudom, elképzelje a saját halálát, vagy nem tudom mi, az nem jelenti azt, hogy szuicid hajlamú. Persze, persze. De ez inkább arról árulkodik, hogy neked jó az ilyen mentális tartásod, vagy nem is szóval, hogy, hogy egy pozitív ember vagy, az nagyon jó, de nem mindenki az. Most csak arra fel próbáltam mondani, hogy nem az az egy esemény fogja elvezetni az embert ehhez a, tehát magához a cselekvéshez, hanem, hanem ez már rakódik folyamatosan de azt beismerem, igen, hogy vannak ilyen hatalmas triggerek, amik ezt nagyon durván előmozdíthatják. Na, hát nagyon örülök, hogy ilyen sok érdekes gondolat előjött, meg ebből is, mut, ez, ez is jól mutatja, hogy ez a film mennyire több rétű, mindenkiből más gondolatokat gerjeszt, és, és szerintem még elég sokáig tudnánk ezekről beszélgetni, de sajnos ennek a podcastnak is egyszer eljön az eljön a vége. Úgyhogy egy utolsó érdekességet még bedobok igazából, csak mint eh, trivia, hogy két vinclet parókákat hordott a forgatás során, mert eh, ugye, amilyen sorrendben forgatták a, a jeleneteket, tehát nem lett volna erre túl sok idő, meg lehet, és meg nem szará ment volna a haja, hogyha folyamatosan olyan durran be kell festeni. De a hajnak a színei, az évszak, évszakokat reprezentálták, hogyha, hogyha minden igaz, amit hallottam a rendezőtől, és és, azok az évszakok alapján, ahogy haladtak a filmbe, ott az éppen aktuális hangulat meg a kapcsolat a joel el azokra hoztak párhuzamot, úgyhogy még ilyen, ilyen motivum is van benne. Na de akkor a szokásos uh, részvégi ajánlás rovatunkkal fogjuk lezárni most is, hogy mik vagy milyen filmeket ajánlunk, hogyha ez a film tetszett. Én első körben megint csak egy Nolan filmet hoztam, nem más, mint a Memento, az egyik első filmek közé tartozik, ott is ilyen emlékezett kieséssel, kicsit akciódúsabb körítésben, de ott is elvesztett feleség és főhős, ott rövid memória problémák vannak, úgyhogy ezt mindenféleképpen ajánlom. Illetve egy másik az elvesztett elveszett jelentés, Lost in Translation, aminek a magyar címe elveszett jelentésem, legszerencsésebb magyar cím, de oké, és Bill Murray és a fiatal Scarlett Johansson játszik benne a távoli Japánban játszódik, és Sofia Coppola rendezésében nagyon, nagyon egyedi és nagyon szép film, úgyhogy én azt is ajánlom, aki még nem látta. Nektek vannak ajánlásaitok? A, a hatást ajánlom, ami Eston Kácsolnak az egyetlen filmje, amit tették nekem, de egyébként tényleg... De most a Hé haver, hol a kocsimban, mi a bajod? <laughs> Kicsit más műfaj. Kicsit más műfaj, mint amit kedvelek általában, de, de tényleg az egy nagyon csavaros, és nagyon jó film annyiban hasonlít ugye rá, mint a, a eredeti témánkra, hogy, hogy ez az időugrálás, meg, meg úgy egyáltalán az idősíkoknak a keveredése jelenik meg benne. Más a téma teljesen, meg egy kicsit komolyabb is szerintem ennél, mert mint hogy eddig is komoly volt, de inkább ilyen, ilyen szerelmes, romantikus ö, téma irányába ment el, és ö, ez pedig egy egészen más stílusú, ö, inkább ilyen krimi, thriller is, amúgy alapvetően szerintem, bár nyugodtan javítsatok ki, ha hát tévedek, és ö, én ezt csak ajánlani tudom, ez nem egy millió éves film, én nem is tudom, hogy mikori, gyorsan, a 2004-es. Tovább igazából ugyanabban az évben jelent meg, mint a témák, de nagyon jó szerintem. Most, hogy a pillangó hatást mondtad, fel kell hoznom az egyik nagy kedvenc filmemet, amit már lehet, hogy ajánlottam, és 2000-es, ez pedig a frekvencia. Uh, itt egy uh, rádió véletlenül 30 évet összeköt egymással, ment egy apát és egy fiút 30 év távból, és a fiú megpróbálja megváltoztatni a múltat, és aztán meg kell oldani a következményeket, amiket a bele, beleavatkozással okozott. De eredetileg két dolgot terveztem ajánlani. Az egyik az a shrinking, a magyarul direkt terápia című sorozat, és csak is azért, mert minden szereplőnek nyilvánvalóan terápiára lett volna szüksége, és akkor nézzünk meg egy tök jó sorozatot egy terápiás folyamatról, hogy hogyan kell rendesen uh, traumákat feldolgozni és dolgozni magunkon. Amúgy vigyették és ajánlom mindenkinek. Uh, illetve a másik az a Three Identical Strangers, három tökéletes idegen, uh, ami szerintem segíthet választani arra a kérdésre, hogy mi vagyunk mi az emlékeink nélkül. Uh, itt egy kísérlet során uh, elválasztottak egymástól hármas születéskor, és nem tudtak egymásról egyáltalán és aztán véletlenül találkoztak felnőtt korukban. És ez egy dokumentumfilm, ami rámutat arra, hogy eszméletlen sok dologban egyeztek, annak ellenére, hogy sosem találkoztak, és az egyiküket egy felső középosztálybeli család nevelte fel, a másikukat egy ö, ö, szegény család, és a többi, de hogy mégis ugyanazok voltak a gesztusaik, a, a szokásaik, olyat is hallottam, hogy ugyanolyan fajt, ugyanolyan nevű nőt vettek feleségül, és ugyanazt a szakmát választották. Nagyon-nagyon érdekes. És zárásként az utolsó gondolat az Alzheimer-es kérdésedre vissza nem tudom, hogy hallottátok-e, egy Alzheimer-es nagymama mondta az unokájának, hogy nem tudom, hogy ki vagy, de tudom, hogy szeretlek. Az nagyon cuki. És, mi, és mindent el is mond. Én is hoztam egy néhány ö, filmet. Ö, az egyik az a Szeretlek, szeretlek című 1968-as francia film. Mindennyian jól emlékszünk rá. <laughs> é, igen, igen. Ö, mi meglepő az eredeti címe a Zsöttám, és ez pont ö, haj az a, a mi ö, mai filmtémánkra, mert pont erről szól hogy, hogy vissza küldenek egy öngyilkossági kísérlet után kórházból kijött férfit az emlékeiben, az időben, és, el, és ezt próbálja kibontani, hogy, megtudja a pasi, hogy miért ölte meg magát a barátnője, és akkor ott ugye változtatná valamit. Ez egy kicsit ilyen mix kiavít, vagy helyes bitek, tehát a, az időutazós és a, az emléktörlős, katyvaszos filmek tekintetében. A másik ajánlásom, ami ha Orsi imádta az, az időben való ugrálást, és nem tudta, hogy néha, hogy már van arccal, akkor szerintem pont neked való David Lynchnek a Lost Highway című filmje az útvesztőben. Ugye ez ez inkább egy kicsit ilyen uh, hátborzongató kategória, nem tudom, hogy látta-e már valaki közületek, nem. de, de egy, egy kicsit ilyen másféle mentális állapotba került kerül tőle az ember. És van egy film, amiről nem régen szereztem tudomást, ha bár már az is lassan tíz éves, az a címe, hogy Adeline csodá, varázslatos élete, bocsánat, ebbe Blake Lively játszik, és az a lényege, hogy, van, hogy egy balesetet szenved az 1930-as években körülbelül, és nem öregszik tovább. És láttam már olyan filmet, ami ugyanáról szólt, és szörnyű volt, de ez azért egészen élvezhető, és ugye tök érdekes párhuzamba állítani az emléktörléssel, mert itt meg pont az van, pont az ellentéte történik, hogy itt mindenre emlékszik, és... és éli tovább az életet, és látja a gyerekeit megöregedni, és a többi, a többi. Nagyon szépen köszi az ajánlásokat. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak. Tudjátok, jól legközelebb majd egy hónap múlva fogunk ismét jelentkezni. Ez volt az, az áprilisi adásunk. TNG podcast legközelebb majd május végén fogtok találkozni, de Facebookról tudtok majd informálódni az aktualitásokról. Zsuzsi, Annett és Orsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy itt voltatok. Legközelebb találkozunk. Addig is jó podcast hallgatás mindenkinek, és sziasztok! Stock. yes yes